Kedves nézőink, ebben a mai cikkajánló videóban arról fogok beszélni, hogy a múlt héten megjelent Zimre Zsuzsával közös karórás cikkekben milyen karórákról írtunk. Összegyűjtöttük, hogy fideszes politikusok és celebek milyen órákban mutatkoznak. Ez nem volt egyszerű, mert három típusa van az órahordóknak. Vannak, akik így nagyon büszkén mutogatják, pózolnak az órákkal, azzal mennek a henteshez, például másfélmilliós karórába, mint az igazságügyi miniszter. Vannak olyanok, akik titkolják, tehát rálóg mindig a zakó, az ing, lehet, hogy direkt pont egy száma nagyobbat is vesznek, hogy ki ne látszódjon a karóra. Van, aki meg ilyen tök egyszerűeket hord, és nem is foglalkozik vele. De szóval kerestünk rengeteg fényképet, amin látszik a hírességeknek a csuklója. Aztán ezeket a fényképeket megmutattuk óraszakértőknek, akik segítettek megbecsülni, mert ugye fénykép alapján azért nem lehet 100%-os pontossággal megállapítani, de megbecsülték, hogy melyik hírességen milyen óra van, és az mennyibe kerülhetett. És mindezeket leírtuk a cikkben, hogy például a becslés szerint Merkely Béla professzor, ugye a vírusügyi kormánynyilatkozó milyen órát visel, milyen órája van Rogán Antalnak, Kovács Zoltánnak, Novák Katalinnak, akit ugye köztársasági elnöknek jelöl a Fidesz, de benne van Bayer Zsolt, Rákai Filip, és még sokan mások, úgyhogy igazán érdemes elolvasni. Ezek pedig az Átlátszóban és a Családomban összegyűjtött karórák, amiket illusztrációs célból vettem fel a videóhoz, hogy nehogy elfelejtsem, miről kell beszélni. Ha valakit bővebben és konkrétabban is érdekel, hogy melyik fideszes politikus a becslések szerint milyen karórát visel, és az mennyibe került, akkor olvassátok el a cikket, amit írtunk Zimre Zsuzsával, az alábbi linken elérhető az Átlátszó oldalán.